A folyóvizek állandó változásban vannak. A víz színe, hőmérséklete, szintje, sodrása egyik sem állandó. Rendre megesik, hogy a patak megárad. Sőt, olyan is előfordul, hogy kilép a medréből. Tócsák, kis tavacskák maradnak utána. Ahó, nanoszín. Nanoszín? Feltűnt az örvényben. A békával együtt. Folytathatjuk az aggódást. Még hogy nem folyik itt semmi. Tegzesek és békák folynak el. És most tessék, megisztak minket. Ajajaj, csak a szomját csillapítja. De miért pont itt? Semmi közöm a tókához. Én egy rendes pataklakó vagyok. Hiányzik a hideg folyóvizes fürdő. Az akarok menni. Ez nehéz lesz. Úgy tűnik csapdába estünk. Tényleg nagy a meleg. Vigyázz! Vízikígyó! Egy pióca. Róla is olvastam a nagykönyvben, még a vizen kívüliek lakócsövében. Ez itt egy orvosi pióca. Mocsarakban, lábokban élnek, és a kétéltűek vérét szívják. Mint a vámpírok. Igen. 10 apró szemük van, testük két végén két tapadó korong, ezzel cuppannak az áldozatra. Hogy sokáig ihassanak, véralvadásgátló anyagok is vannak a nyálukban. Kitalálom, jobb lesz, ha elkerüljük. Elmentek? Mert akkor kibújnék. Tök meleg van itt bent. Elmentek. Én is majd megsülök. Érdekes. A csíkbogár lárvája. Jobb lesz, hogyha... Kitalálom. Jobb lesz, ha elkerüljük. Igen. Mint látod, a lárva ádázragadozó. Úgy szívja ki a zsákmány testnedveit, mint egy turmixot. És a helyzet akkor sem javul, ha megnő. Hogy? Ez lesz még ennél is nagyobb? Igen. Csak előtte vedlik. Vedlik? Ó, ez klónozta magát. Kettő lett belőle. Az csak egy üres kitimpáncél. Merev, mint egy igazi páncél, és ha a bogár nő, kénytelen kibújni belőle. Kihízta a naciát és ledobta. És most belelátok a belsejébe. Röntgen szemem van. Átlátok rajta, csíkbogár! Amikor eljön az ideje, kimegy a partra, beássa magát és bebábózódik. Látod? Ilyen egy bábburta. Olyan, mint egy múmia. Be van tekeredve. Mit röhögsz? Mi is egy csőbe zárva élünk. Ja, tényleg. Bocs. A felnőtt később kibújik a bábból, és ez lesz a kifejlett csíkbogár, ami... Csak nem egy ádázragadozó. De bizony. Akár még halakat is el tud kapni. Oda néz! Ez rettenetes. Kikérem magamnak ezt a bánásmódot. Itt a szomszédok megeszik egymást. Haza akarok menni a patakomba. Hidd el, én is. Fogalmam sincs, hogy. Apad a víz. Papu, apad a víz. A tóka mindjárt ki fog száradni. Segítenünk kell rajtuk. Már megint? Kérlek. Na jó. Legyen. Ez micsoda? Micsoda, micsoda? Repülő, mentő, helikopter. Lábakat. Kék a kékre. És kifelé. Propeller. Jó, antenna. Repülő? Igen. Hú, de meleg van. A tegzes megfő a saját levében.
Te, Gamondor, élsz még? Talán. Mi ez már megint? Lefegyelés. De hát az előbb mi volt? Az egy őz volt. Ez most egy dámszarvas. Meg egy ló. Igen. Iszákos banda. Menjetek innen. Ez a mi vízünk. Hát ezek meg... Ezek kecskék. Lovak, őzek, kecskék. Leisszák rólunk a létlevünket. Hová süllyedtünk? Mi jöhet még ezután? Egy hajszárító. Hát már, otthon sincs nyugta a tegzestek. Hős Gamondor, azt hiszem kalandjaink most véget érnek. Búcsúzom tőle. És megyek haza. Ez már a vég. Ezt nem hiszem el. Ég veled, drága barátom. Mégis mozog a föld.